A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és a stúdiónk vendége Székesfehérvár polgármestere Cserp Alkovics András. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélgethetünk, és természetesen köszöntöm a kedves nézőket is. Néztem, amikor készültem a beszélgetésre, a heti fontos híreket, hogyha fogalmazhatok így. Az egyik talán ilyen, amit bejelentett hétfőn, hogy további önkormányzati béremelések következnek. Kiket érint ez, milyen szektort, és lesz-e még bővítés? Amikor a közgyűlés februárban nagy többséggel elfogadta a város idei költségvetését, akkor abban már döntöttünk ennek egyes elemeiről, más elemeire pedig utaltunk, mint lehetőség. Amiről döntöttünk, az a kafetéria juttatásokat jelentette, hogy az önkormányzati intézményekben dolgozók számára tavalyi nettó 109 ezer forintos kafetériát idén felemeltük 250 ezer forintra. Azt gondolom, ez egy jelentős előrelépés. De azt is jeleztük a költségvetés elfogadásakor, létrehoztunk egy bérfejlesztési alapot, és azokon a területeken dolgozók számára szeretnénk valami plusz bérjellegű juttatást biztosítani évközben, akik a nagy állami béremelésekből kimaradtak. Ugye ilyenek történtek az elmúlt évben, mondjuk az orvos években, az orvosi bérek tekintetében, vagy éppen idén a pedagógus életpálya törvényi hatály alá tartozó szakemberek vonatkozásában. Ugye az utóbbi minket a bölcsödék és az óvodák fenntartójaként érint, és ott egy nagyon jelentős béremelés történt, ugye 32,2%. Nyilván ezt nem tudta az önkormányzat a saját forrásokból biztosítani, de több területet tudtunk kiegészítő támogatásokat javasolni a közgyűlésnek. Azért mondom ezt így, hiszen majd jövő hét pénteken ül össze a testület, erről fog dönteni. Ugye a költségvetés az tartalmazza már az ehhez szükséges egyébként mindegy 400 millió forintot. Tehát aki megszavazta a költségvetést, az nyilván támogatja ezeket a bérfejlesztéseket, béren kívüli juttatásokat, egyszeri támogatásokat, hol melyik, mire van lehetőség. Szociális területen adunk ilyet, kulturális területen adunk ilyet, az óvodákba, bölcsödékbe azoknak, akik nem részesültek az előbb említett központi nagy béremelésbe, és azoknál a háttér intézmény fenntartó szervezeteinknél, amelyek pedig egy nagyon fontos alapvető működtetési feladatrendszerben nyújtanak nagyon sok munkát és segítséget a város működtetéséhez. Nagyságrendileg hány százalékkal tudják? Most ugye ez mindenkit érint, és mindenki talán érdekel is. Valahol ez 10 százalékos emelés jelent, valahol havi szinten 50 ezer forint plusz juttatásban tudunk részesíteni ott dolgozókat. Van, ahol majd még szép kártya juttatást tudunk november hónapban biztosítani, van, ahol már április 1-ére visszamenőlegesen tudunk döntéseket hozni. Elég komplex anyag. Jövő hét elején egyébként ezt összefogjuk a területi felsorolásokat is érintően foglalni, és így egységesen fogunk tájékoztatást adni az embereknek, és aztán pedig jövő hét pénteken bízom benne, hogy a testület ezt elfogadja, és így ezt a forrást ennek a szerintem fontos célnak a megvalósítására tudjuk fordítani. Alig több mint egy hete éppen a közszolgáltatóknak kapcsán a városi közszolgáltató cégek vezetői voltak itt a stúdiónk vendégei, és ők is pont arról beszélgettünk, hogy nehéz a versenyhelyzettel, a piaci szférával tartani a lépést, de hogy folyamatosan igyekeznek, mert egyfajta menedzseri szemlélet jelent meg ezeknél a cégeknél is. Gondolom, hogy nyilván ezeket is tudja segíteni az önkormányzat, illetve gondolom talán a stabilitás is egy ilyen hívószó lehet. A vállalatoknál is van olyan, ahol az államtól kapunk forrást arra, hogy például bért emeljünk, ugye mondjuk a Szép Hő. Van, ahol már a piaci partnerek részéről érkezik ilyen fajta szerződéses lehetőség, ilyen mondjuk a Depónia, MOL, MOHU együttműködés, és van, ahol pedig az önkormányzatnak kell ezt finanszírozni. Ugye a vállalati szektorunkban is 10-15% közötti bérfejlesztést szeretnénk idén megvalósítani. Egyébként ez az infláció fölött egyfajta reálbér növekedést is fog eredményezni, ne felejtsük azonban el, hogy sajnos ez tavaly nem így volt.
és nyilván egy részét tudjuk annak csak pótolni, de valamit azért szeretnénk az embereknek pluszba adni, és ez egy picit most több annál, mint amit a magánszektor a tapasztalatok alapján ad, de az is máshogy volt az előző esztendőben. Tehát ugye a város mindegy 3500 embert foglalkoztat, közvetettem közvetlenül, ez azért egy nagyon nagy létszám. Nagyon sokféle területen dolgoznak ezek az emberek. Van, aki vállalatnál, van, aki cégnél, van, aki hivatalnál, van, aki intézményi struktúrában. Ez is különböző, és nyilván az egyes területek bérezése, bérstruktúrája is nagy különbözőségeket mutat. Van benne olyan, ami szerintem természetes, és egyébként van olyan, ami nem igazán egyenletes, és amin részben nekünk, részben az államnak majd változtatnia kell a következő évekbe, hiszen, hogy a kérdésben is benne volt, az önkormányzat ugyanazon a munkaerőpiacon dolgozik, mozog, kell szakembereket találnunk, és itt lépnie kell folyamatosan annak érdekében, hogy a humán erőforrást azt biztosítani tudjuk, és egy vonzó munkahelyet tudjunk azoknak biztosítani, akik az önkormányzati szektorban végzik el ezeket a feladatokat. Aztán, hogyha heti fontos történéseket nézzük, akkor szerintem nem lehet kiadni a gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális intézkedés csomagot sem. Ez mit takar, polgármester úr? Ugye jó pár héttel ezelőtt kértem meg Mészáros Attila a polgármester urat, aki ezért a területért is felel, illetve rajta keresztül intézmények szakembereit, vezetőit, nem csak önkormányzati intézmények, hanem állami, civil, egyházi fenntartású intézmények vezetői is bevontuk ebbe a munkába, hogy tegyenek le egy szakmai javaslatot, elsősorban a gyermekvédelem területén, de általában a szociális terület vonatkozásában is, milyen szakmai és anyagi lépéseket kellene az önkormányzatnak mind fenntartó és mind támogató szervezet megtenni. Ők ezt a munkát elvégezték, és egy szakmai konszenzuson alapuló javaslatcsomagot terjesztettek be Attilán keresztül hozzám. Ezt mi átnéztük, ezt tartalmilag bejelentettük, és ez is a jövő heti közgyűlésre fog menni. A lényeg az, hogy a gyermekvédelmi struktúra, jelzőrendszer szeretnénk megerősíteni, szeretnénk a bölcsödékben, óvodákban, szociális szektorban dolgozó képzését biztosítani úgy, hogy az önkormányzat finanszírozza ezt. Ehhez tartozik hozzá például a kiegészítő bérjellegű jövedelem a szociális szektorban dolgozók számára, ugyanúgy, mint például új intézmény létrehozásában is gondolkodunk egy gyermekek átmeneti otthona létrehozásával, vagy valamelyik intézmény keretében ennek a fajta szociális szolgáltatásnak a megindításában. Ez ma hiányzik a fehérvári szociális térképről, viszont úgy látjuk, hogy van rá szakmai és társadalmi igény. Itt a közgyűlés reményeim szerint azt a pozitív döntést hozza meg, hogy föl kíván állítani egy ilyen intézményt, és nyilván a hivatalt szakembereket felkérjük arra, hogy pár hét alatt ennek a tartalmi részleteit dolgozzák ki, és utána a közgyűlés erről döntsön. Egyébként az ápolási díjhoz is például ennek a csomagnak a keretében plusz támogatást fog nyújtani az állam. Ugye az ápolási, otthonápolási díj és ennek a struktúrája az egy állami feladat, állami finanszírozás, de érkezett hozzánk egyébként egy ellenzéki javaslat. Ugye Pintérné képviselő asszonynak volt az a javaslat, hogy adjon valamilyen anyagi támogatást kiegészítve az állam által biztosított ápolási díjat a családoknak, és ezt most mi a közgyűlés elé visszük. Ez majd rendeleti szabályozást igényel, de bízom benne, hogy a közgyűlés ebben is pozitív módon foglal állást. Tehát látszik, hogy itt voltak a városházáról lévő szakmai javaslatok a különböző intézményeinkben, vagy szociális területen dolgozó szakemberektől érkező javaslatok, és ellenzéki javaslatokat is egyébként befogadtunk. Folytatjuk majd még, de jöjjenek a fehérváriak kérdései, hiszen ezúttal is készültünk ilyen összeállítással Szabó Petra kolléganőmnek a közreműködésével. Talán jobban össze kellene hangolni a különböző járatok érkezését, különben minden rendben van. Melyik járatok a problémások ön szerint, és mi nem stimmel, mi nem passzol? Hát én néha kimegyek az Ósamba, és akkor ott sokat kell várni a református iskola előtt, míg jön a másik busz. Én nagyon sok hallom ezt a ANZ-s
boltot itt a városban, különösen a város belsejében, különösen itt, ahol itt a Mújkószobor, ott van a Püspöki Palota. Én ezt ugyan megírtam a polgármester úrnak, de azt mondta, hogy nem a város a tulajdonos az épületnek, és a tulajdonos pedig azt tesz, amit akar. Úgyhogy minden olyan rövidre záródik, hogyha az ember valamilyen dolgot felvet, akkor vagy az van, hogy nem az önkormányzat tulajdona, nem tudnak vele mit kezdeni. Koszos a város. Kevés a közmunkás, nem tudják, kivel megcsináltatni. Szeretnék több bicikli parkolót a Fekvő Katonánál. Szeretnék lehetőséget kérni az Alba Plázánál. Élnék azzal az aspektussal, vagy azzal a szegmenssel, ahol le tudom csatolni a biciklimet, ami lehet a Ciszterci gimnázium. Az a gond, hogy késő este, ha az ember megérkezik a vonattal, már nincsen. Van olyan, ami akkor áll meg pontosan az első vágányon, amikor elindul a busz. Az nem lehet elérni. Semmi más gond nincs, jók a buszok, jól mennek, csak végre hozzá kéne a vasúthoz igazítani az indulásokat. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Sokat megyek a vasút felé. Hány óráról beszélünk most úgy? 9-10 óra este, az már problémás. Én a Gáz utca Szénatér környékén lakom. Igazából nagyon jó lenne, ha például lennének ilyen kijelzők is, hogy mikor jönnek a buszok, és mint más városokban, nem tudom, Pécsen, meg Kecskeméten, meg sok helyen van már, én szerintem az nagyon sokat segítene. Nos, hát nagyon sokféle kérdés érkezett. Kezdjük talán a közösségi közlekedésre vonatkozó kérdésekkel. Az utastájékoztató rendszer, amit a végén fölmerült, szerintem teljesen jogos kritikaként. Ez a következő években meg fog oldódni, hiszen az úgynevezett TOP programjában az önkormányzatnak ez már szerepel, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt ki fogjuk tudni építeni. Eznek az egyik előfeltétele már várhatóan idén teljesülni fog, hogy a buszokat fel tudjuk szerelni egy olyan eszközzel, amely valós idejű követést tesz lehetővé. Úgyhogy ennek a költségvetési forrását már az idei költségvetés tartalmazza, ennek a beszerzési rendszere elindult, úgyhogy bízom benne, hogy ez hamarosan megvalósul, és tudunk előrelépni. Az esti buszok tekintetében ugye az új hálózatbővítés és menetrend az jóval több buszt ad lehetőségként 9-10 óra után, vagy éppen 10:30 után, sőt most már későbbi buszjárataink is vannak. Hozzáillesztettük a vasúti menetrendhez, majd miután elindult, a vasút változtatott a menetrenden, anélkül egyébként, hogy erről tájékoztatta volna az önkormányzatot, nem csak minket, hanem nyilván másokat is. Úgyhogy most nézzük, hogy mit lehet tenni. Bizonyos finom hangolásokat a közgyűlés jövő héten el fog fogadni, nem csak a vasutokán, hanem más helyről is érkeztünk, olyan 5 perccel később induljon, 5 perccel előbb induljon az iskola kezdés miatt, műszakváltásokán, vagy egyéb szempontokat figyelembe véve, és sok ilyenen tudunk apró pici változtatást eszközölni, és kérem, hogy ezt majd mindenki figyelje, szerintem ez is az utazó közönséget fogja szolgálni. Az a célunk, hogy minél jobb legyen a közösségi közlekedés, és minél többen tudják azt használni. Az első hölgy közül valaki említette a járatokat, ott az a kérésem, hogy az OSA járatot említette, ha jól emlékszem, hogy nézze meg az új menetrendet, mert ott ehhez kapcsolódóan változások vannak, lehet, hogy ez már e tekintetben neki is egy előrelépést fog tudni jelenteni, és a református templom iskola magasságából, vagy a másik oldalról is könnyebben tud közlekedni, vagy éppen hazatérni. Szeretnék arra reflektálni, hogy Koszos a város, én azért mást látok és hallok, nem azt jelenti, hogy problémamentes, azt azonban mindenkitől, aki nem fehérváriként idejön, hogy ritkán jár ilyen tiszta városba, és én szeretném azoknak megköszönni, akik a mindennapokban ezért dolgoznak.
Ugye közmunkást azért nem lát a hölgy, mert közmunkás évek óta nincs Székesfehérváron, nincs munkanélküliség, tehát nincs közmunkás lehetőség sem. Hát igen, de azért de most hogy az ember a városból lehet látni. Most folyamatosan dolgozik a Városgondnokság. Egyébként tudtunk is egy toborzó kampánnyal bővíteni létszámot. Szerintem ez már ezen a tavaszon egyébként már az első hetekben is látszik. Az nem azt jelenti, hogy nincs itt-ott szemét, vagy nincs ezzel feladat, de azért ezt ne a közmunkásokkal kezdjük. Tehát azért kezdjük annak a megemlítésével, hogy akkor van szemét, ha azt valaki eldobja. És nem viszi haza, vagy nem viszi el egy kukáig. Tehát azért ne a közmunkás legyen a hibás azért, mert van szemét az utcán, hanem elsősorban azért azt hibáztassuk, aki azt a szemetet elszórta. Ugyanis ha ezt nem tette volna meg, akkor nem lenne mit összetakarítani. Emellett még egyszer a Városgondnokság törekszik arra, hogy minél többen, minél többször, és nem csak a belvárosban, hanem külső városrészekben is takarítsanak, és ami nagyon nagy öröm, hogy jelentősen tudtuk bővíteni azoknak a számát, akik a közterületen tudnak dolgozni, és akár a zöld területeket, akár a tisztaságot nézzük, remélem, hogy ez újabb előrelépést fog jelenteni, illetve parkőrök is elkezdtek dolgozni a nagyobb parkjainkban, ezt a szolgálatot szeretnénk majd bővíteni, most még napközben, de lehet, hogy ezt a későbbiekben időben is meg fogjuk tudni hosszabbítani. A parkőröknek az a feladat, hogy kifejezetten egy területtel, egy parkkal foglalkozzanak, és ott próbálják a tisztaságot és a rendet is szolgálva egyébként a parkokat még otthonosabbá is szerethetőbbé tenni. Bicikli lerakott igen. Lehetőségét is érdekében itt azért szerintem az elmúlt akár csak hónapokban is nagyon sok kerékpártároló került kihelyezésre, ugye most már emelt kerékpártárolók is vannak, de abban teljesen igaza van a fiatalembernek, hogy például az iskolák körül lehet ezeknek a számát még növelni, mert azt látjuk, tapasztaljuk, hogy szerencsére erre kifejezetten nagy igény van. Korábban ezt a programot a kerékpáros klubbal indítottuk el, akik javasoltak kerékpártámaszok kihelyezésére vonatkozó lépéseket a város részéről. Ezt akkor a város megtette, de szerintem ezt érdemes folytatni, és újabb helyekre egyébként kerékpártárolókat, illetve kerékpártámaszokat kihelyezni. Én arra kérek, biztatok mindenkit, hogyha van olyan hely, ahol ő kifejezetten igéli, azt küldj el a részemre, és hogyha van arra lehetőség, akkor ott ki fogjuk ezeket helyezni. Ugye itt is felmerül, de azt hiszem, hogy nem is ez az első adás, ahol egy bizonyos üzlettel kapcsolatban kifogásokat fogalmaztak meg, de akkor is talán elmondtuk, hogy ez egy tulajdonosi... Tényszerűen nem tudok mást mondani, mint a jogi környezet, ugye itt magántulajdonról van szó, a magántulajdonos elég tág keretek között tesz az ingatlanjával azt, amit ő jónak lát, és nyilván annak fogja kiadni a mondjuk a bérleményt, aki a legtöbbet fizeti érte, hogy kinek mi ezzel kapcsolatban az ízlése, azt én megértem, sőt kifejezetten megértem a hölgy által felvetetteket, de ettől még ez a valóság, a magántulajdon szentsége az, amit 1990-ben elfogadtuk, alaptörvény rögzíti, az Alkotmánybíróság kifejezetten védi, nagyon-nagyon kis keretek között és korlátozottan lehet annak a használatát bármilyen módon kívülről, akár egy önkormányzat részről is meghatározni. Az egy jó kérdés, csak ma már kicsit időszerűtlen, hogy vajon a 90-es években ezeknek az üzlethelyiségeknek azt a részét, ami akkor még az önkormányzat tulajdonában volt, el kellett-e adni. Nyilván az önkormányzatot egy jó szándék vezette akkor, hogy segítse ezzel is a kereskedőket, de lehet, hogy jobb lett volna ezeknek az ingatlanoknak, üzleteknek nagy részét közösségi önkormányzati tulajdonban tartani, és akkor viszont nyilván az önkormányzat eldönthetné, hogy milyen célra ad valamit bérbe, vagy milyen célra adott esetben nem ad bérbe. De erre egy magántulajdon esetében nincs a lehetőség. Vagy akármilyen arculattal lehet azt megnyitni. Ez pontosan így van. Ugye a buszmenetrendről beszélgettünk, de egy másik örökzöld kérdés, és én nagyjából akármikor találkozok emberekkel, mindig ez a kérdés merül fel, hogyha találkozunk és lesz egy ilyen műsor, akkor kérdezzem már meg, hogy mikor költözik az új városi piac? Akkor költözik, amikor a pláza bővítésével és felújításával összefüggésben a pláza tulajdonosa és egyben beruházó az a szomszédos Murvás parkoló területén, ami ugye szemközt van a plázával, ott fölépíti az új vásárcsarnok épületét és az ahhoz kapcsolódó mindegy 1000 autó befogadására alkalmas parkolóházat. Magánberuházás, azt halljuk, hogy a beruházás elindulni látszik, de ez hivatalosan még nem került bejelentésre. Érdemes adott esetben akár a tulajdonost és a működtetőt is megkeresni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Aztán, hogyha járunk elünk az utakon, szétnézünk, azért láthatjuk, hogy a régi Iblisruinak az épületével is látványos dolgok történnek. Hol tart most az iskola felújítási program, polgármester úr? Köszönöm a kérdést, hiszen kevesebb fontosabb dolog van egy városban, mint az iskolái, óvodái, bölcsődei, egyetlen az intézményei, és ebben azért az iskolák tekintetében van is feladat, de sokat is tudunk előrelépni. Ugye a tóparti felújítása a befejezéséhez közeledik, tehát a nyáron vissza fog tudni a tóparti költözni, és a következő tanévet már a teljesen megújított épületben tudja elkezdeni. Közben a Kodolányi gimnázium mellett lévő egykori Ibli iskola épületének felújítása már megkezdődött. Amikor ez elkészül, akkor a Kodolányi át tud részben oda költözni, és két ütemben a Kodolányi felújítása is meg fog tudni történni. Ennek a közbeszerzésén is túl vagyunk, és ennek a pénzügyi kerete is rendelkezésre áll. Ugyanúgy, mint a Vasvárinál, ahol viszont a felújítás, a régi épület felújításának közbeszerzését várhatóan egy-két héten belül a szakbizottság le tudja zárni. Nagyon nagy verseny alakult ki, bőven becsült érték alatt fogunk tudni szerződni, remélem jó minőségű munkát fog a nyertes kivitelező elvégezni. Ez a munka várhatóan a nyár második felébe fog tudni kezdődni, hiszen a Vasvári beköltözik, vagy átköltözik a Bori, egykori Bori általános iskola épületébe. Tehát az sem marad üresen, ki tudják használni. Marad üresen, és időközben zajlik már az új Vasvári épületére vonatkozó közbeszerzés is. Bízom benne, hogy valamikor a nyár vége fele azt is eredményesen, érvényesen le fogjuk tudni zárni. Mellette ugye azért sok iskola megújult az elmúlt időszakban, és új fejlesztések is elindultak, gondolok itt a Hétvezérre, de egyéb iskolákat érintően is. És a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban újra egy elég jelentékeny összeg szerepel arra, hogy iskolákat újítsunk föl. Egyébként ebben lesznek még óvodák, bölcsödék, orvosi rendelők egyaránt, tehát az intézményeink állapotán tovább fogunk tudni javítani. Az orvosi rendelők területe lett volna a másik ilyen jellegű kérdésem, hiszen azért ott az elmúlt években komoly előrelépések történtek, de biztos vannak még célok és tervek. Hát elég csak mondjuk a szegfűrendelő intézetre gondolni, ami talán az egyik utolsó eleme volt ennek a felújításnak, de hát a Batthyány, Széchenyi, tehát azért van még feladat előttünk bőven ezen a területen is. Ennek van egy része, ami az Európai Uniós programunkban szerepel, amit pedig oda nem tudunk beilleszteni, azt fogja a város saját forrásokból felújítani. Illetve, ha már beszéltük a jövőheti közgyűlés, arról is dönteni fog, hogy további pénzt biztosít az önkormányzat a kórháznak annak érdekében, hogy a gyerekügyelet ellátására kialakított kórházon belüli kis rendelőnek a felújítása, átcsoportosítása, bővítése az meg tudjon történni. Ez is azt hiszem a sokak számára jelent majd előrelépést. Arról nem is beszélve, hogy ez nem csak a fehérváriakat szolgálja ki, hanem az agglomerációból is, a térség is ezt az ügyeletet használja. De akkor ezek szerint volt is ilyen visszajelzés? A felnőtt ügyelettel kapcsolatban semmilyen visszajelzés hozzám nem érkezett. Ezt én összességében pozitívnak értékelem. A gyermekügyelet vonatkozásában az első hetekben igen. Elsősorban kérték, hogy a mosdó kapjon egy felújítást, illetve hogy nem lehetne egy kicsit bővíteni a fogadó területet, a váróterem részét. Ugye ez pont akkor, az ugye február elejéről beszélünk, amikor ott az influenza szezon volt, eleve nagyon sok beteg volt az alapellátásban is, az ügyeleti ellátásban is. Akkor a kórházzal beszéltünk, a kórház kidolgozott egy műszaki tervet, és ennek a végrehajtásához fog a város segítséget biztosítani anyagi értelemben. Köszönöm szépen, innen folytatjuk. Következzen a fehérváriak kérdése második körben is. Reggel ez a 7-től 8:30-ig, és akkor délután ez a 3-tól 6:30-ig. Hát az katasztrófa. Nagyon-nagyon sokat kell várni a lámpáknál, vagy a harmadik, negyedik lámpánál tudok átmenni. Ugye a Balatoni út felől jövök, de hát gondolom ezzel más is ugyanígy küszködik, de hát sok az autó. Nagyon sok minden készül, újul. Egyedül mondjuk ilyennel nem nagyon vagyok megelégedve itt a Romkertnél. Pont ezt nagyon szépen kialakíthatnák, hogy ne legyen ilyen göcsörtös, meg ilyen. Azért ez rombolja itt a... Hát hogy néz ki? Ez mondjuk nem tetszik. De egyébként én azt mondom, egy kicsit szemetes néha a busz megállók. A térfigyelő kamerákat kellene kifelé is vinni.
Az igen, mert a belvárosban tudom, hogy van, de azért a lakótelepeken nagyon kellene. Mert azért elég, főleg ott most nekünk van ez a tó, ugye, megcsinálták ezt a kint a réten azt az új parkot, hát na, eléggé felkapott a fiatalok körébe, érdemes lenne arra felé a mi városrészünkbe több kamerát tenni. A pláza környéke, ami szerintem, hát elég sok a hajléktalan és kéregető. Én erre gondolok inkább. Szóval ez az a probléma, amit meg kellene oldani, szerintem. De már mint, hogy zaklatják is az embereket? Tehát, igen, sokszor igen. Körforgó Fekete-hegynél a Csóri út meg a Farkasvermi, ez a két körforgó. Hát az katasztrofális néha, de mondom, én azt úgy kihagyom, de amúgy tényleg áll a sor. Egy kicsit a parkokat jobban rendbe kellene tenni. Sok helyen rosszak a padok, ilyesmi, de egyébként rendben van. Nos, hát sokrétű kérdéskörrel készültek. Igen, a fehérváriak. Azt kérni az utolsó hölgytől és mindenkitől, hogyha azt látja valaki, hogy van egy rossz pad, vagy valahol járt valami ilyen típusú problémát, akkor azt jelezze a Városgondnokság irányába, ugye most már egy város applikáció is rendelkezésre. Egyéb hiba bejelentési lehetőség is van, ezzel tudja mi munkákat is segíteni, bár folyamatosan mennek az ügyeletes kollégák, parkőrök nézik, de nem biztos, hogy mindent észreveszünk. Ha ezt jelzik, akkor a Városgondnokság kimegy, és ezeket meg fogja csinálni. Az elmúlt napokban is több ilyen példám volt, hogy megkerestek bennünket, tudtunk intézkedni, és a problémát viszonylag gyorsan meg is lehetett oldani, úgyhogy tényleg ebben kérek egy együttműködést. Valaki lát egy problémát, akkor azt jelezze, nyilván akkor ezzel segíti a mi, illetve a Városgondnokság, városüzemeltetési szakembereinknek a dolgát. A közlekedéssel kapcsolatban igen, egyre több az autó, nyilván az autók azok nem a világ másik feléről érkeznek, hanem mi használunk egyre több autót a városban. A említett időzónák, tehát ez a reggeli, délutáni zsúfolt, egyébként nem csak ez, de azért mondjuk a tavaszi szünetben, amikor az iskolák nem működtek, akkor hirtelen reggel és délután is sokkal könnyebben lehetett közlekedni. Ebből is látszik, hogy mi visszük át a gyerekeket keresztül kasul a városon, mindenkit mindenhol autóval. Bizony ez azzal jár, hogy egyre nagyobb a forgalom. A Balatoni utat említette az első hölgy, neki legalábbis bízom benne, hogy azt a jó írt el tudom mondani, hogy ugye a Balatoni útnak lesz egy párhuzamos útja, ugye ez lesz a Bakony utcai kikötés, ami részben tehermentesíteni fogja a Balatoni utat, illetve majd az M200-as megépítésével az átmenő forgalmat teljesen ki tudjuk szorítani majd a városból. Ez mind a kettő szerintem pont ezen a területen elég jelentős előrelépést fog jelenteni a közlekedésbe. Ebből a Bakony utca tartozik hozzánk, de a minisztériumban már folynak az egyeztetések, tervek elkészültek, engedélyeztetés folyamatban van, ahogy lesz rá az Európai Uniós forrásból lehetőség és pályázat, akkor ezt a beruházást el szeretnénk kezdeni és meg szeretnénk valósítani. Az Újcsóri út körforgalma volt a második kérdéskör, ugye itt egy állami útról ugye? Van szó, kezdjük az elején, de mi azt vállaltuk föl, és a Magyar Közúttal ebben is korrekt együttműködésben meg tudtunk állapodni, hogy a terveket elkészíti a város. A város ezt elkészítette, ennek a finomhangolása zajlik, illetve most készül az a becslés, hogy mibe kerül ennek a fejlesztésnek a megvalósítása. Mi utána tudunk abban nyilatkozni, hogy ezt a város maga ki tudja fizetni, vagy az államnak kell a saját útját és körforgalmát bővíteni. Ugye picit türelmet kérek, de hamarosan mind a terveket, mind pedig a megvalósítás ütemezését nyilvánosságra fogjuk hozni. Azt gondolom, hogy nagy szükség van az Újcsóri körforgalom bővítésére. Ez nem is kérdés. Azért történt ott most egy előrelépés, hiszen a nehézgépjárműveket, azoknak egy részét, amelyik csak átmenő forgalomként használta ezt a területet, másfele vezette a közút a mi kérésünkre. Én nekem azok a visszajelzések, hogy ugyanezt a probléma egészét nem oldotta meg, de azért előrelépést mindenképpen jelentett. A hölgy a koronázó téri burkolatot mutatta, teljesen igaza van, viszont azt a jó hírt tudom mondani, hogy a költségvetés a felújítás költségét már tartalmazza, tervezés, engedélyeztetés elindult, ugye itt kiemelt műemléki környezetről van szó, tehát nem olyan, hogy oda megyünk és leöntünk egy aszfaltot, egy speciális követ kell megrendelni, ez a folyamat is elindult, tehát ebben az évben a koronázó
térnek azt a rossz burkolatát teljes egészében egységesen szeretnénk kicserélni, úgyhogy már csak pár hónap türelmet kérünk. Kitettünk egy táblát, hiszen az most télen olyan szinten tönkrement, hogy van olyan szakasz, ami balesetveszélyes. Többen is jelezték egyébként az ott élők részéről, de nyilván mi magunk is látjuk, az intézkedések tehát megtörténtek, pici türelmet kérve ott a felújítás teljes egészében meg fog történni. Aztán még, ami talán volt kérdésként, ez a kéregetők tematikája, de ez azt hiszem, hogy nem csak az Alba Plázánál, hanem jó néhány bevásárló központnál is gondot jelent, ahol hol a cég hív vagyonőröket, de hogy ez szerintem nem fehérvári, hanem gyakorlatilag országos probléma. Országos probléma, illetve nyilván van egy jogszabályi környezet, amiben fel lehet lépni. Ehhez viszont nagyon szükséges az, hogyha valaki olyan jelenséggel találkozik, ami túllépi a társadalmi együttélés szabályait, akkor ezt a rendőrségnek jeleznie kell, vagy a közterületfelügyeletnek jeleznie kell, mert ebben az esetben lehet elindítani azokat az eljárásokat, aminek van egy folyamat, amit végig kell vinni, de ha nem indul el, akkor nem is fog végigmenni. Tehát nagyon nehezen, időigényes munkaként, de lehet ezen segíteni, de bizony ehhez az is kell, hogy aki ilyen jelenséggel találkozik, azt kérem, hogy ezt jelezze. Ez ugyanúgy, mint a probléma felvetések, hogy muszáj, hogy tegyünk egy kicsit a saját környezetünkért, hogy utána már a hatóságok, rendőrség tudják tenni a dolgokat. De azért itt egy társadalmi kérdés körül is van szó, mert vannak olyan hajléktalanok, akik egyébként semmilyen problémát közterületen nem okoznak, sőt, akiket a környéken élők mondjuk ellátnak élelmiszerrel, hát persze, hogy azon a környéken fog ő megjelenni, tehát jó lenne, hogyha ezt az ott élők is egy-egy területen összehangolnák. Másrészt pedig talán előre tudunk lépni, hogy a kríziskezelő központnál egy alacsonyabb küszöbi szolgáltatást is el tudunk indítani, lefordítva, akik nem tudják a házi rendet betartani, azok is be fognak tudni menni a kerítésen belül, és ott ellátást fognak kapni, mert egyébként férőhely, szabad férőhely gyakorlatilag folyamatosan van. Hozzátéve, hogy ez azért nem csak közbiztonsági, hanem társadalmi és szociális kérdés is minden esetben. Indítottunk programokat, nagyon sok hajléktalan tudunk egyébként alkalmazni, például a Városgondokságnál többek azóta már lakások kaptak, ki tudtak törni ebből az élethelyzetből, úgyhogy mindenkit arra is biztatok, hogy amikor találkozik hajléktalannal, és tud vele kommunikálni, beszélni, akkor biztosan jöjjön el, keressen meg minket, tudunk munkát adni, és tudjuk biztosítani azt, hogy ki tudjon törni ebből a nehéz élethelyzetből. Nekünk ítélkezni nincs jogunk, segítséget nyújtani viszont egyfajta morális és közösségi kötelezettségünk is. Ha már egy fél mondattal említettem a közbiztonságot, ugye volt egy kérdés a térfigyelő kamerákra vonatkozóan, a mindegyik említett új közterületen. Hát jól dolgoztak a szakemberek, jól elhelyezték őket. Ott vannak a kamerák, ez az alsóvárosi rétre is igaz, a palottavárosi tavaknál, Csolnakázoltó környékén, Aranybulla környékén, ha lesz Jávorottó tér, bármelyiket nézzük, akkor a kamerák elhelyezése már megtörtént, ezt a közterületfelügyelet és a rendőrség is folyamatosan figyeli, és szerencsére abszolút biztonságosak is ezek a parkok. És ahogy előbb mondtam, parkkörök is elkezdték a tevékenységet különböző nagyobb látogatottsággal tekintve jelentősebb forgalmat lebonyolító közterületeinken, így a parkokban is. Végezetül pedig azt hiszem, hogy ezen a héten szintén kiemelt kérdés, hiszen csütörtökön láthatják ezt a beszélgetést nézőink, a multicsarnok kérdése, hiszen ez egy fontos hét. Igen, megnyitjuk a Alba Arénát, átadjuk a nagyközönség számára, ugye ez a megnyitó rendezvény, ez péntek, szombat, este és délután kerül megrendezésre, Magyarország, Norvégia válogatott jégkorongmérkőzéssel, úgyhogy én bízom benne, hogy ezen a két napon is, és aztán a következő hosszú-hosszú évtizedek során rengeteg fehérvárinak vagy Fehérvárra látogatónak nyújt majd szép élményt az a sok-sok program, amit ebben a csarnokban meg fogunk tudni rendezni. Nem beszélve arról a környékben megvalósuló közlekedési infrastruktúráról, ami pedig sok ezer ember mindennapjait segíti, akár az albaipari zónába, akár a város azon területén élők, dolgozók vonatkozásában. Várunk mindenkit szeretettel. Egy kérésem hagy legyen azokhoz, mondhatjuk a szerencsésekhez, akiknek van jegyük péntek és szombatra, hogy időben érkezzenek. Nyilván sokan leszünk, hiszen közel teltház vagy teljes teltház lesz mind a két nap. Sokan autóval jönnek, autóbuszokkal is lehet jönni, rendkívüli járatokat is indítunk. Aki pedig most nem tud eljönni, annak mind május közepén, mind júniusban lesznek programok, musical is, koncert is, amire szintén mindenkit szeretettel várunk, ahogy az áprilisi közönségkorcsolyázási lehetőségekre is. Legyen ez igazi városi közösségi terünk a jövőben.
És hát azt hiszem a műsorunk végén azt el kell mondani a nézőknek, hogy egy kicsit hosszabb szünetre megyünk, hiszen most lesz néhány olyan hónap, amikor nem beszélgetünk. Igen, ugye tudjuk, hogy jön egy közéleti esemény, és úgy gondolom, hogy úgy korrekt, hogyha ebben az időszakban a lehetőségek mindenki számára azonosak. Természetesen június vége után nagyon szívesen én is, kollégáim is válaszolunk a fehérváriak kérdéseire. Mint hogy addig is, hogyha valaki megkeres engem az én oldalaimon, vagy a városfelületein bármilyen kérdéssel, problémafelvetéssel, akkor ahogy eddig, ezután is ezekre válaszolni, reagálni fogunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát akkor találkozunk június 9-e után. Köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek. Köszönjük, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Hogyha érdekli önöket ez a beszélgetés, akkor a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján visszanézhetik. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.